A Láncos Kornél Szegfű Gyula Ösztöndíj Alapítvány támogatását a városban élő dolgozó vagy a várossal szellemi kapcsolatban álló alkotók, kutatók, művészek élvezhetik. Pályázhattak alkotók és alkotóközösségek egyaránt, az elméleti és az alkalmazott tudományok minden ágában. Az idén 25-en kapták meg a támogató elismerést. Dr. Cser Palkovics András polgármester szerint azok, akik megkapták az ösztöndíjakat, munkájukkal a város büszkeségévé fognak válni. Így is ki szerettük volna fejezni, hogy Fehérvár büszke kultúrájára, művészetére, a művészeti élet szereplőire és a tudományos élet szereplőire is, és tudja, hogy feladata és kötelessége, hogy az ő munkájukat támogassa, azzal a kérdéssel fordulva hozzájuk, hogy ők pedig ezzel a munkával támogassák Székesfehérvár közösségét. A Deák Dénes díjat F. Petres Éva régész muzeológus kapta meg. Szakmai munkássága során számos Fejér megyei régészeti feltárásban vett részt, de sokat tette a Szent István Múzeum országos hírnév szerzéséért is. A régész véleménye szerint a mostani elismerés nem csupán az ő érdeme. Ezt a munkát, múzeumi munkát, és nyilvánvalóan más hasonló jellegű intézményben történő munkát egy ember irányíthatja ugyan, de hogy az eredmény is legyen, az egy csoportmunka. Lehetek nagyon okos szervező, jó főnök, de hogyha a munkatársaim nincsenek összhangba velem és egymással, akkor semmire sem megyünk. A Deák Dénes ösztöndíjat Sárvári Zita kapta meg. Számára a kuratórium évi 1500 dollárnak megfelelő összeget ajánl fel, amely negyedévi bontásban kerül kifizetésre, és egy évre biztosítja a tulajdonában lévő Budapest második kerületi kétszobás lakás használatának a jogát.